A Fehérvár fanfár hangjára kezdődött meg a Királyi Város Szent István napi ünnepi közgyűlése. A Városháza dísztermében helyet foglaltak Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő, Simon László kormány megbízott, Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, a Történelmi Egyházak képviselői, Huszár János vezérőrnagy, a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságának parancsnoka, El Simon László és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Székesfehérvár testvérvárosi delegációinak tagjai, illetve Fejér megye és a város önkormányzatának vezető tisztségviselői. Augusztus 20-a ebben a városban nem egy letudnivaló ünnep, esetleg egy jó kis munkaszüneti nap, hanem egy igazi nagybetűs esemény. Nálunk Szent István király emléknapja egy olyan időszak kiemelkedő pontja, amivel egész korai történelmünkről, királyi nagyjainkról, kultúránkról, művészetünkről emlékezünk meg, amelyben városunk polgárai úgy szórakoznak, hogy közben ismereteket szereznek, barátkoznak, nézelődnek, sokat mosolyognak, közben néha finomat esznek és isznak, örülnek az életnek, amelyben tehát különösen jó, büszke fehérvárinak lenni. Az elmúlt 10 nappal látva a rendezvényeken, koncerteken, előadásokon résztvevők, vagy akár csak a belvárosban sétálók arcát, szerencsére sok-sok mosolyjal találkoztam. Az emberiség történelméből, vagy akár a közelmúlt eseményeiből azonban azt is megtanulhattuk, hogy a világ azon tájaira is oda illik, oda kell figyelnünk, ahol az emberek nem tudnak mosolyogni, hiszen lehet, hogy alig-alig jutottak túl személyes, nemzetüket tekintve pedig történelmi mértékű tragédiáikon. Ez talán a 2017. évi királyi napok szellemi üzenete is lehetne, hiszen erre hívta fel figyelmünket az üldözött közel-keleti keresztények ajándéka, egy lerombolt templomból származó kereszt is, melyet éppen a fogadalmi misén helyezhettünk el a bazilika megújult Szent István kápolnájában. Köszönjük ezt Püspök úrnak ezúton is. És ehhez a gondolathoz csatlakozott közgyűlésünk is, amikor pénteken úgy döntött, hogy valódi szolidaritást vállal a szülőföldjükről elüldözöttekkel, morálisan és anyagi értelemben is támogatjuk a közel-keleti keresztény közössége újjáépítési törekvéseit. Nem feledve az sem, hogy a mi városunk Székesfehérvár ma nem lehetne itt a keresztény értékrend nélkül. De mindezeken túl, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi itt Székesfehérvárot, amely városneve összeforrt államalapító királyunkéval, elsősorban azért tartozunk felelősséggel, hogy a világ folyása, Szent István nemes célja a magyarság megerősödése és boldogulása irányába tartson. Ami a megerősödést illeti, azt hiszem, semmi jogunk a szégyenkezésre, sőt, szerénykedésre sem. Fehérvár gazdasági értéktermelő ereje messze az átlag fölötti, munkalehetőségekben nincs hiány, és mindezekhez illően polgáraink jövedelmei, anyagi biztonsága is magyarországi viszonylatban sokak számára talán irigylésre méltó lehet. Persze mindezekkel együtt is nem feledhetjük, hogy a globális termelés és tőke világtérképén továbbra is csupán egy tűhagynyi pötty vagyunk, szerencse és kitartó munka tehát kell ahhoz, hogy a jövőben is érvényesüljünk. Mindnyájunknak az év minden napján mindent meg kell tennünk azért, hogy mind az ipar és a szolgáltatás nagyjai, óriásai, mind a helyi befektetők, vállalkozók kellemes környezetet, ösztönző feltételeket, kiszámítható üzletmenetet és tisztes hasznot lássanak a fehérvári terjeszkedésben. Ennek eléréséhez pedig kellenek bizony azok az iránymódosítások is, amelyeket az utóbbi években közösen igyekszünk véghez vinni. Bár a gazdasági biztonság alapját valóban a nagy volumenű termelés adja, világosan látszik, hogy azok a nemzetek, térségek, városok boldogulnak a legjobban, amelyek a nagy hozzáadott értékű tevékenységek letelepítését részesítik előnyben. Erre a térképre viszont nem lehet felkerülni anélkül, hogy ne folyna ott magas színvonalú oktatás, ne kapcsolódnának össze az elméleti képzést adó intézmények és a gyakorlati tapasztalatokat kínáló termelőhelyek, hogy ne lenne pezsgő kulturális élet, inspiráló szellemi közeg, magas szintű egészségügyi ellátás,
vagy színes kínálata a sportnak, és főként biztonság az élet minden területén. A városvezetésnek tehát elhatározott szándéka, és ezt tettekkel is bizonyítjuk, hogy Székesfehérvárt, a valamikori mezővárost, a jelen erős iparvárosát, a térség, sőt az ország egyik kiemelkedő innovációs központjává, ehhez mérten pedig kulturális, szellemi gócpontjává tegye. Székesfehérváron emelték ünneppé Szent István napját 1938-ban, így a város különleges büszkeséggel készül minden esztendőben augusztus 20-ára. Raimundus mester verses históriája Szent István királya. Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe. Illik pedig a világnak minden nap tisztelnie. Mindenek nagy vígan áldják, kik az Isten örökét és a szentek társaságát ő általa megnyerik. Mondja bizony minden ember, boldog vagy Pannonia, zengjen ajkad, szóljon vígan most az Isten himnusza, mert nem a köznép sorában küldött Isten nevelőt. Királyod vett prédikátor, apostolod magvető. Cserpakovics András polgármester ünnepi beszédében Székesfehérvár saját polgárai felé megnyilvánuló és a magyarság identitásában betöltött hangsúlyos szerepét és felelősségét emelte ki. Úgy érzem, hogy ez a másfél hetes ünnepségsorozat, a Királyi Napok rendezvény sorozata egy nagyon szép, egy olyan ünnep, ami miközben szórakoztat, jókedvre, mosolyra deríti az embereket, közben értéket is ad át, és igenis szól szellemiségről, értékrendről, keresztény gyökereinkről, és arról, hogy ez a város itt van több mint 1000 éve, és mennyit köszönhetünk e tekintetben elődeinknek, mennyit köszönhetünk Szent Istvánnak, mennyit köszönhetünk annak, hogy azt mondhatjuk, hogy az ő városa is vagyunk, és ez nyilván miközben köszönetet mondunk, felelősséget is ró ránk. Én úgy gondolom, hogy ez az ünnep ennek a jegyében zajlott. Igen, ehhez a mosoly is hozzátartozik, a jókedv is hozzátartozik. Nagyon nagy öröm azt látni, hogy itt az emberek ezerszám sétálnak, beszélgetnek, mosolyognak, tele vannak a teraszok, fiatalok, idősek, gyermekek, családok jönnek, mennek, érzik magukat jól, akár a gála különböző részein, akár a belváros valamelyik másik szegletében, akár részt vettek a királyok menetében, és azt gondolom, hogy a fehérváriak büszkék ezekben a napokban erre a városra különösen, és aki pedig ide látogat, az bízom benne, hogy érzi, hogy ez valóban egy történelmi város, és ez nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén, így 2017. augusztus 20-án is igaz. Hozzátéve, hogy augusztus 20-a, ahogy mondani szokták, ízig-vérig Székesfehérvár ünnepe, a magyar nemzet e tekintetben Fehérvárra figyel, és azt gondolom, hogy ennek a figyelemnek most a város mindenben meg is felel. Polgármester úr, Székesfehérvár az egykori poros mezővárosból a gazdaságvárosa lett, a sportvárosa és a kultúravárosa, tehetjük hozzá, és azzal, hogy most bejelentette, hogy 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa címért pályázik Székesfehérvár, azt hiszem, hogy ez egy nagy lépcső és összefogást igényel. Valóban én is így érzem, a város fejlődéséhez az ipar, a gazdaság mellett, a történelem tisztelete mellett hozzátartozik, hogy egy olyan modern várost építsünk, amiben nélkülözhetetlen a szellem fejlődése, nélkülözhetetlen a kultúra fejlődése, a közösségi terek fejlesztése, és az, hogy közösségként erősebbé tudjunk napról napra válni. Ez azt gondolom, hogy egy város életében a kultúra és a sport által igazán lehetséges, és ezért gondoljuk, hogy egy nagyon fontos eszköz, fontos, hogy nem cél, hanem eszköz az, hogy pályázzunk Európa Kulturális Fővárosa címre 2023-ra. Az elmúlt hónapokban úgy gondoltuk, hogy ezt nem időntsük el magunk néhányan ott a városházán, hanem bízzuk az emberekre, kérdezzük meg különböző területeken az embereket, kérdezzük meg a szakmákat, a civil szervezeteket, a kulturális intézményeket, nem csak önkormányzati, hanem állami, egyházi, civil fenntartású intézményeket is, és különböző fórumokon minden fehérvári polgárnak adjuk meg a lehetőséget, hogy véleményt nyilvánítson. Azt gondolom, hogy a véleménynyilvánítás egyértelmű, hiszen a leadott közel 4000 szavazatnak több mint 90%-a az amellett foglalt állást, hogy Fehérvár induljon el ezen a pályázaton. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon meggyőző, határozott véleményformálás és elköteleződés a város részéről, és úgy gondoltuk, hogy szimbolikusan nem kereshetünk és nem találhatunk jobb időpontot, hogy ezt bejelentsük, mint Szent István ünnepe augusztus 20-a, és ezt ma megtettük. Dolgozunk a pályázaton jeles szakemberekkel, közéleti egységben, és én bízom benne, hogy olyan pályázatot fogunk tudni benyújtani, ami versenyképes, esélyes és egyben fenntartható is. Nyilván nem mi vagyunk a
döntéshozók, az majd eldől jövő évben, hogy ez a pályázat fog-e nyerni, vagy esetleg másik. Egy biztos, hogy azért is eszköznek és nem célnak tekintjük ezt a pályázatot, mert ennek egy jelentős részét, különösen a közösségformálást, a szellemi, kulturális életünknek a megújítását, fejlesztését akkor is szeretnénk megvalósítani, ha esetleg más város kapja ezt a fontos és azt gondolom, hogy megtisztelő felkérést. Én úgy érzem, hogy ez a város több mint 1000 év alatt sokat tett ezért a nemzetért, sokat tett a kulturális értékeink megerősítéséért, szenvedett is eleget ahhoz, hogy most egyszer a közösség azt mondja, hogy Szent István eme városa, magyar kereszténység egyik legalapvetőbb szakrális és világi központja, az megkapja a lehetőséget, hogy európai kitekintésben nem araszolva, hanem nagyot lépve is egy Közép-Európában jegyzett város legyen kulturális szellemi élete tekintetében. Államalapító királyunk Szent István napjának méltó és szép hagyománya, hogy az ünnepi ülésen kerülnek átadásra a Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata által alapított önkormányzati díjak és kitüntető címek, melyekkel a közgyűlés az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el. A közgyűlés döntése alapján díszpolgári címet vehetett át Ocskai Gábor, a magyarországi jégkorongsport élő legendája, aki idén február végén fejezte be aktív pályafutását a szakosztály élén, és köszönt le a Fehérvár AV19 szakosztályigazgatói székéből. Óriási megtiszteltetés, tényleg nagyon nehéz ezt ilyen röviden szavakba foglalni. Sok-sok olyan érzés volt az emberbe előtte, amikor erről tudomást szereztem, hogy eme megtisztelő díszpolgári címet megkapom, ami tényleg a meghatódásig megérinti az embert. Utána néztem azért természetesen, hogy ennek a városnak kik a díszpolgárai az elmúlt évtizedekben, és olyan személyiségek neveit olvastam, hogy szinte borzongtam, hogy és megkérdeztem magamtól, hogy hogy kerülök én ide. De nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon boldog és büszke vagyok, és köszönöm annak a sok kollégának, aki az elmúlt 4 évtizedben segítette a munkámat, a munkánkat, és az, hogy a jégkorong egy nyitott pályás szűz területből egy Európa és a világ térképére fölkerült jégkorongvárossá vált. És én csak azt tudom mondani, hogy a köszönet mellett a fiatal kollégáimnak pedig azt, hogy nagyon nagy felelősség van rajtuk. Én amíg a szemem ki fogom nyitni, addig megpróbálom segíteni ugyanilyen elánnal, lelkesedéssel, amennyiben igénylik, és nagyon bízom benne, hogy ez a sikertörténet tovább folytatódik. Ugyancsak díszpolgári címet vehetett át Drahos Béla Liszt Ferenc, Artisius és Doppler díjas zenész, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett fuvola művész karmester, aki Fehérvár kulturális életének meghatározó egyénisége. Ízlelgetem, és hát egy különleges meghatottság van rajtam, mert igazából, ahogy emlékszem azokra a napokra, amikor ide kerültem, és az a szeretet, az az odaadás fogadott a zenekari tagok körében. Úgyhogy az első mondatom az, hogy ezt a kitüntetést tulajdonképpen mindannyiunknak szánom. Mert azok van a igazán harcos, hogy így mondjam, harcos években mellettem voltak, küzdöttek és bátorítottak, hogy ne adjam fel. Úgyhogy ehelyütt szeretném még egyszer megemlíteni, hát most persze név szerint nem tudok mindenkit, de úgy érzem, hogy ez a díj az övéké is. Valóban nagy utat tett meg a zenekar, míg a város önkormányzata 2015-ben nem hozott egy döntést, hogy önálló intézmény lett. Most az önálló intézmény az azt jelenti, hogy nagyon sok intézményi megfelelésnek kell tulajdonképpen, hát hogy így mondjam, nem csak hogy megfelelni, hanem nagyon sok koncertet, eseményt kell produkálni, és hát az idén több mint 100 esemény volt, koncert, ifjúsági koncert és egyebek. Úgyhogy ahhoz képest, hogy elindultunk, persze volt olyan időszak, amikor nagyon sok koncertünk volt, aztán persze volt olyan időszak, amikor hát vagy mesterségesen, vagy mindegy, picit visszafogták, de én azt gondolom, hogy
ahogy annak idején azt mondtam, amikor az első operát dirigáltam, most már meghalhatok, most már megvan az új intézmény, én azt kívánom, hogy tényleg a fejlődés útján induljon meg, mint intézmény is, mint hát majd kategorizált zenekar tudjon működni, és hát ehhez kívánok nekik nagyon sok erőt, egészséget. Én meg hát természetesen nagyon meg vagyok hatódva, nem gondoltam sose, nem is számítottam soha semmilyen kitüntetésre, hogy ez mégis most így alakult. Ezt köszönöm a város vezetésének, hogy ezt tényleg így gondolták. És mondom még egyszer, leginkább köszönet azoknak a tagoknak, akikkel én ezt idáig el tudtam vinni, hogy a zenekar önálló intézmény lehet. Székesfehérvár megyejogú város önkormányzata posztumusz Székesfehérvár díszpolgára címmel tüntette ki Kovács Jenőt, Székesfehérvár közismert és szeretett lokálpatrióta órásmesterét. Székesfehérvár megyejogú város önkormányzatának közgyűlése tiszteletbeli polgár címmel tüntette ki Keményné Koncz Ildikót, aki bankszakemberként több évtizede dolgozik az önkormányzatokkal, az önkormányzatokért. Munkájával mintegy 20 éve hatással van Székesfehérvár önkormányzatának gazdálkodására, a város gazdasági döntéseire. Amikor megkaptam az értesítést, ugye az 2-3 héttel ezelőtt volt, hogy egy ilyen határozatot hozott, ilyen döntést hozott a város, megmondom őszintén, elsírtam magam. Tehát én soha nem azért tettem bármit az életembe, hogy ezért valami viszonzást kapjak. Székesfehérvár nekem olyan, mint a második otthonom. Én ugye sokat járok ide, most már 22 éve, és különösen ezzel a városvezetéssel, de az előzővel is nagyon jó volt a kapcsolatom, de itt komolyan igényt tartottak tényleg arra, hogy kikérték a véleményemet, megfogadták a pénzügyi tanácsaimat, hiszen én nem csak egy bank alkalmazottja voltam, hanem a város számlavezető bankjának a képviselője is, tehát nekem nagyon fontos volt az a dolog, hogy a város is jól járjon minden egyes döntés kapcsán. Ma pedig, amikor fölkeltem, és azt mondta, hogy ide jövök, akkor kicsit összeszorult a gyomrom, hogy tudtam ugye, hogy lesznek díszpolgári címek is, hogy egyáltalán hogy kerülök én oda, mert egy díszpolgári címet, mint ahogy itt hallottuk, egy komoly életútért kap valaki, és ezek között az emberek között külön nagyon nagy megbecsülésnek érzem ezt a díjat, amit én kaptam a várostól. A közgyűlés döntése alapján tiszteletbeli polgár címet vehetett át Kemi polgármesteri hivatalának igazgatója, Jukka Vilén, akinek ötletei szívvel és lelkesedéssel végzett támogató munkája hozzájárult ahhoz, hogy folyamatos a két város között a kulturális, a civil és a hivatalos kapcsolat. Székesfehérvár és Kemi között 60 éves a testvérvárosi kapcsolat, amely 1957-ben köttetett meg Kemiben a két település között. Azóta eltelt jó néhány évtized, és 1957-ben természetesen más körben ünnepeltünk a két város testvérvárosi kapcsolatát. De ez az együttműködés a kezdetektől fogva nagyon élénk és személyes. Külön örömet jelent számomra és Kemi polgárai számára is, hogy egy nagyon átélt élénk és felszabadult kapcsolat jellemzi a két város együttműködését ma. Pro Civitate elismerést vehetett át Gúzeó András ideggyógyász pszichiáter, a Szklerózis Multiplex és az autoimmun betegségek elismert kutatója, Fejér megyei Prima díjas, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Gúzeó András 1979-től 25 éven keresztül vezette a Fejér megyei Szent György Kórház ideggyógyászati osztályát. Elsőnek bizonyította kettős vakkezeléssel a Székesfehérvárról indult magnetoterápia SM-ben való alkalmazhatóságát, tevékeny részt vállalt 13 hatásos gyógyszer klinikai kísérletes bizonyításában. Nagyon megható, hogy a város gondolt rám. Idestova 38 éve, hogy ebbe a városba költöztem, és szolgálom az itt élő embereket töretlenül. És a sors különös kegyeltje vagyok, hogy ebbe a városba vezérelt. Akkor, amikor a pályámon elérkeztem egy olyan szakaszhoz, amikor illik váltani, illik önállóvá válni, megmutatni azt, hogy mit tud az ember, akkor úgy hozta a sors, hogy Fehérvárra kerültem, és ez számomra egy nagy szerencse volt.
város részéről, a kórház részéről komoly támogatást kaptam, mindaz a munkához, kutatáshoz, amiket én végeztem, és ami lehetővé tette azt, hogy az itten szerzett eredményekkel, kutatásokkal bejárhattam a világot, és vihettem a városunk, kórházunk nevét mindenfelé. Óriási dolog, hogy erre felfigyeltek és elismerték, nagyon jó érzéssel tölt el, és lelkesít abban, hogy továbbra is végezzem azt a munkát, amit elkezdtem, folytassam azt az utat, amelyen elindultam, és fáradtságot nem kímélve, idestova már jó néhány éve nyugdíjasként, újabb és újabb témákkal foglalkozom, újabb és újabb témákat kutatok, amelyel az az érzésem, hogy nem csak a lokál patriotizmus vezérel és a helyi embereknek segítek, hanem messze túlmenően az ország és az országon kívül élőknek is tudok segíteni vele. A közgyűlés Pro Civitate díjjal tüntette ki Bence András lelkész püspök helyettest, aki 31 éve szolgálja a székesfehérvári evangélikus közösséget. A család példája és életformája irányította a lelkészi hivatás felé, a szolgálatban jelenleg is meghatározó szerepet játszanak felesége, valamint gyermekei. Karizmatikus személyiség, a városban jól működő ökumenné elkötelezett híve. 1990 és 2000 között zsinati tag, majd 2006-ig az Egyházmegye esperese volt, az elmúlt évben a reformáció emlékévét előkészítő bizottságban működött közre. Amikor katonák kapnak elismerést, akkor van egy gyönyörű szép válaszuk, amikor azt mondják, hogy hazámat szolgálom, és valami ilyesmit szerettem volna én is mondani, hogy nyilván, hogy szolgálom azt a közösséget, amelyben élek, legyen az a város egésze, vagy csak a gyülekezet, de még inkább mondanám azt, hogy az Urat igyekszem szolgálni, hogy az ő szolgálatába beleállni, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy a közösséget építeni. A Szentlélek a közösség építő erő. Ő az, aki összegyűjt embereket, és aki ezeket az embereket egységben megtartja. A gondolkodás egységében, az akarat egységében, a cél egységében, a különbözőségeket úgy használja, hogy mint ahogyan a testnek különböző tagjai vannak, egyként tudjanak mégis csak mozdulni, és érezni, és gondolkodni. És az én feladatom talán ebben az egészben annyi, hogy a Szentléleknek legyek eszköze, hogy ezt elvégezze itt a gyülekezetünkben, és valamelyes gyülekezeten keresztül a városban is. A Pro Civitate díjas Külajos, székesfehérvár szülötte, már 19 éves korában bemutatkozott a Videoton színeiben az első osztályú labdarúgó bajnokságban. A müncheni olimpia ezüstérmese, majd a belgiumi labdarúgó Európa-bajnokság negyedik helyezettje. Tehetségét külföldön is bizonyította. Puskás Ferenc halálával mindmáig ő az egyetlen élő, legdöntőbben szerepelt magyar labdarúgó. Ha az embernek a szülővárosába munkáját elismerik, az csodálatos dolog. Most ez történt. Ugyan megkaptam a hála magasságos Úristennek a megyétől, Székesfehérváron, ugye? Fejér megyének a fővárosa is, ugye? Székesfehérvár. Tehát a díszpolgári kitüntetést, de tényleg hát a székesfehérvári önkormányzattól, polgármesteri hivataltól ezúttal sikerült köszönet a önkormányzatnak, dr. Cserpakovics András vezetésével, akik rendszeresen minden évben támogatják ezt a programot. Először a mi Kárpát-medence Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság volt, most már miután a tengeren túl is belépett, már nem mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medence, hanem összmagyar lett. Jön Ausztrália, jön Szudánnal, Dél-Afrikával, Afrika is, úgyhogy az egész világot most már megpróbálja, egész világ magyarságát egy csokorba, egy gyönyörű szép csokorba. Pro Civitate díjat kapott a közgyűléstől László István, Székesfehérvár gazdaságának, iparának egyik legelismertebb, kimagasló teljesítményt nyújtó szereplője. László István 1983-ban kisiparosként alapított vállalkozást, amely 1997-ben alakult korlátolt felelősségű társasággá. A Lászlóvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Lakóépületek, ipari és kommunális létesítmények, illetve szállodák villamos hálózatának kialakításával, vagyonvédelmi és igényes világítástechnika rendszerek kialakításával foglalkozik.
Kellemes meglepetésben volt részem, amikor megkaptam a levelet. Az első gondolat az volt, hogy vajon kinek juthattam eszébe. 45 éve szolgálom a várost, abban 44 éve tanítok, 35 éve van a vállalkozásunk, és elég sokat segítettem Székesfehérvárnak. Biztos, hogy valaki vagy valakik gondolták, hogy beterjesztik a nevemet. Nagyon fontos kérdés, hogy vállalkozóként mindig az újat, az egészet és a tökéleteset kerested. Hogyan sikerült eljutni addig, hogy ma már vállalkozóként és emberként is a legnagyobb megbecsülésnek örvend a cég és te magad is? Hát, hogy sikerült eljutni, sokat gondolkodtam. Gondolkodtam azon, hogy mivel én alapjában pedagógus vagyok, én szeretem az embereket megváltoztatni, hogyha esetleg nem úgy működnek, ahogy szeretnék. Van, amikor akiket meg lehet, van, akiket nem. De ha nem lehet megváltoztatni úgy, akkor el kell fogadni, amilyen, és abba kell segíteni a munkájukat. Nyilvánvaló, én szeretem azt, hogyha a mi cégünknél mindenkit tudnánk segíteni, akár anyagilag, akár erkölcsileg. De sajnos ez nem mindig lehetséges. Pro Civitate díjjal tüntették ki dr. Horváth Lajos szemészfőorvost, aki 1960 óta 57 éve dolgozik aktívan a Fejér megyei Szent György kórházban, amelynek szemészeti osztályát 17 évig vezette. Ügyeletes orvosként több évtizedes tapasztalatot szerzett a szemészet mellett a fülorgégészeten és a baleseti sebészeten is. Másodállásban sportorvosi munkát vállalt, 30 éven keresztül a Videóton csapatorvosaként teljesített szolgálatot. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jól esett, és nagyon köszönöm ezt, de régebben egyszerű emberként dolgoztam mindig, nem szerettem úgy kirívni semmiféle vonalon sem. És hát meglepett, amikor értesítettek róla, és nagyon örültem neki, hogy valami elismerést kapok. Ugyanis valóban 50, várjál csak egyszer, 40, meg 10, az 50, most lesz az 58. éve, hogy dolgozok a kórházban, mint orvos. 58 évvel ezelőtt kezdtem dolgozni, és még hála Isten, hát most is egy kicsit bírom, és még mindig számítanak a munkámra. És hát persze a kórháznak a hangulata most már egy kicsit másabb. Régebben barátságosabb volt a kórház, jobban szerettük egymást orvosok. Most is, de azért, azért már közel sincs az a régi hangulat, mi régebben volt. Biztos, hogy nagyon jó orvosok vannak, és úgy tudom, legalábbis, hogy az orvosok nagy része, 99,9%-a szívügyének érzi a betegellátást, és szeret a betegekkel foglalkozni, és én nagyon sok orvossal dolgoztam, és azt kell mondanom, hogy láttam sok orvosot, hogy fáradtak, sokszor el vannak fáradva, és attól függetlenül dolgoztak.